2011 óta sikeresen működik ez az ösztöndíj. Többféle módon segíti a helyi tehetségeket a Rotary Klub Mosonmagyaróvár, például ösztöndíj támogatásával, amelyet idén is meghirdettek a 2015-2016-os tanévre. Ez egy kitörési pont, tehát nagyon sok tehetséges diákkal találkoztunk az elmúlt 4 évben. Sokak közülük nem tudnának tovább tanulni, mert a család anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a felsőoktatási tanulmányaikat, és én úgy gondolom, hogy sajnálnánk, hogyha tehetséges diákok elkallódnának, tehát ezért tartjuk fontosnak, hogy anyagilag is támogassuk őket az utolsó 2 évben, tehát a középiskola utolsó 2 évben, hogy fel tudjanak készülni a felsőoktatási tanulmányaikra. A 2010-ben elindult kezdeményezést az önkormányzattal közösen hozta létre a klub. A Rotary is 500 ezer forintot, és az önkormányzat is 500 ezer forintot tesz hozzá. Az 1 millió forintból 10 középiskolás diák részesülhet havi utalással 10 ezer forintos részletekben. A pályázatnak azonban vannak feltételei. A pályázó diáknak a tanulmányi eredménye el kell, hogy érje a 4,3 átlagot, és a családnak az egyfőre jutó keresete is nettó 80 ezer forintnál nem lehet több. Természetesen az elbíráló bizottság figyelembe veszi a különböző versenyeknek az eredményeit, az iskolának a javaslatát, az osztályfőnöknek a nyilatkozatát, hogy támogatja itt a pályázatban a diákot. Az adatlapot és a feltételeket, valamint további hasznos információkat is találnak a város honlapján. A pályázatot június 30-áig nyújthatják be a tehetséges tanulók.